Japán? Igen. Okay. Jó, boldog új évet mindenkinek! Jézusom, már 8 éve járt a sajra a mintakra. Az elmúlt években UX designerként kerestem kenyeremet, amikor itt eladtak. Szia! Na és ma volt már ilyen segítséget, kértem ma is, a segítséget szeretnék tőletek kérni. Van egy ilyen mozgalomkörösség, ami Amerikában már nagyjából elindult, és azt szeretnénk kérni, hogy kicsit segítsetek abban, hogy Magyarországon és a UX-ről való gondolkodás egy kicsit megváltozva. Tegnap kaptam egy nagyon-nagyon kedves lányt, egy levelet. Azt a kezelni, tervezted a már rendszere, ugye. Remélem már elásták a UX-esek. Én nem tudok arra, hogy bárkit elásnunk volna. Azért megkerestem a Mastart ügyfélszolgálatát, és azt mondták, hogy az elmúlt egy hónapban, tehát január 7-ig, tehát december 7-től január 7-ig 1,2 millió egyedi felhasználó kérte menetrendet, és hetente több mint 19 ezer jegyet adnak el. Ezek a más saját adatai, mai adatok, tehát relatív frissek. És hát azt gondolom, hogy egy milliárd lény nem tévedhet. De mégis egy picit teljesen más kontextusban emlékeztetett arra, hogy a 2000-es évek közepén álltunk a UX-hez, hogy ott voltak ezek a blog megmondó emberek, meg tweetelek, meg stb., akik így elmondták a véleményüket a rendszerekről. Ezekből egy részükből rendes UX-es, egy más részük felhagyott ezt a szakmával, a harmadik részük nem tud róla, hogy a UX egy szakma. Mert hogy ugye három dolog van, az egyik az, hogy nem én vagyok a felhasználó, az ügyfelem sem felhasználó, és a menedzserem sem felhasználó, és a harmadik az egy pszichológiai tény, hogy nem tudunk más emberek fejével gondolkodni, az sajnos más emberek nyakán van általában, és ha levágjuk, akkor sem fog működni. Ennek a legnagyobb fóruma egyébként a UX-eseknek a UX Budapest, és ott az elmúlt hónapokban vezettük azt a szabályt, mivel ugye Elvira, Neptun és hasonló közszolgáltatások kaptak hideget, meleget, de főleg hideget. Ezért bejött valami olyasmi informális szabály talán, hogy ami konstruktív megoldással kéne előállni, lehet, hogy grafikussal, mert hogy rájössz, hogy konzisztens megoldást akarsz csinálni, akkor azért ez nem annyira egyszerű, csak mint leírni, hogy ez mennyire szar. És azért szeretek jó előadményekhez, például Colin Zolinak egy a H&M alkalmazásból lett éppen elege, és megrajzolta azt, hogy szerint ez hogyan néz ki jó, hát Colin Zoli nem véletlenül a Uslim vezető dizájnere. De hát ez mégis egy ilyen uninvited design. Az uninvited design-t alapvetően az emberek nem szeretik. Tehát például pont az egyik mitat szervező kapott tőlem most egy ilyen design javaslatot, nem örült neki. Mert hogy a UX az azért, attól még, hogy van egy UX-eset, attól még az alapvetően a menedzserek, fejlesztők eredménye, maga a user experience, tehát hogy te hogyan tapasztalod. És azért, amit tudni kell a UX-ről, hogy a UX-et nem lehet azt mondani, hogy jó UX, meg rossz UX, tehát ilyen nincs. Adott célokhoz van rossz és jó UX. Szia ismét. A Tinderen nagyon jó lett például csajozni, viszont ha pizzát akarnék rendelni a Tinderen, akkor valószínűleg következőképpen zajlanak, minden egyes csajt bejelölni, majd hogyha valamelyik visszajön, akkor ráírok, hogy hozzá nekem pizzát. Megbízom a generációmat, tehát előbb-utóbb jön olyan csaj, aki erre hajlandó, de hogy ez azért egy kényelmetlen user experience. Egy másik történet nem pincére kapcsolatos, szobatársam rendelt pizzát, egy nagyon csinos futárnál hozta ki, majd miután becsukta magam mögött az ajtót, látja, hogy a élete szerelmével találkozott, de akkor a lány már elhajtott, onnantól kezdve 3 héten keresztül ugyanabban az étteremben rendelte a pizzát, hát ha egyszer ugye az a lány hozza ki, és meg tudja szerezni a telefonszámát, hát ez egy kényelmetlen user experience azért. De hogy minden a féloktól függ, ugye? Tehát hogy egyébként pizzát nagyon jól lehet rendelni, nem még szerintem se jönni, jó? Mindenre. Kialakult egy olyan dolog, hogy jelil a UX research, ami most nem tudok belemenni, valami olyasmi lényeg, hogy a UX-esek valójában nem azt akarják csinálni, amit a menedzserek gondolnak tőlük, hogy kéne, és azért a UX-esek ezt megcsinálják ingyen, hogy egyébként megkapják azokat az eredményeket, amiket a menedzserek várnak, olyan minőségben, hogy a UX-esek azt szeretnék leadni. De például a BKK-nak volt egy olyan dolog, nagyon egyszerű volt, ugye most itt BKK automaták így megjelentek, szintén egy közszolgáltatás, megkerestük a BKK-t, hogy mi lenne, hogyha egy tanfolyam keretében a nebulók megnéznék, hogy ezek az automaták a való életben hogy szerepelnek, és hát az történt, hogy odálltuk az emberek mögé és néztük, hogy mit csinálnak, és a BKK az előszóló előadásra odaállt, és azért változások fognak történni ebben az automatában remélhetőleg. És elkezdődtek publikálni az úgynevezett gerilla usability tesztek,
ami a vélemények helyett 5 emberrel letesztelnek egy alkalmazást adott célokra, és erről készül egy összefoglaló. Na, ilyeneket szeretnénk csinálni, egyrészt azért, hogy a közbeszéd hangulatát megváltoztassuk, másrészt azért, hogy a kezdő UX-eseknek legyen lehetőségük bemutatkozni a portfóliójukkal és tudásukkal, viszont ehhez nekem kéne egy kis segítség. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogyha van olyan alkalmazása, lehetőleg ne egy információs weboldal legyen, lehet webes alkalmazások alkalmazás, amit esetleg szétszintelhatnak ilyen kezdő UX-esek, nebulók, stb. Tesztekben, akkor küldje már nekem el erre a címre, és ez a User First-től fog indulni egy ezzel kapcsolatos sorozat, ahol különböző emberek publikálják munkáikat. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet! Mi az üzleti modell? Mondjad kell! Megszerezte a telefonszámát? 3 év múlva aztán találkozott a csaj, és a csaj nem volt érdeklődő iránt. Tehát ez egy ilyen sad love story. Sok év volt, amíg nem kérdeztem rá. Informatikus volt a srác. Bár nem gondolom, kiderültem. Igen? Milyen alkalmazás, mobil alkalmazás, desktop alkalmazás, bármilyen, most kicsit kiszólós leszek, tehát lehet, hogy ne csak Windows Phone-ra elérhető alkalmazás legyen, tehát hogy legyen a platformnak egy 0,1-től fölfele lévő elterjedtsége, de hogy gyakorlatilag bármilyen alkalmazás, igen, amit kezébe tud nyomni, valakinek is tudja tesztelni. Hogyha mobil, akkor az a jobb a multiplatform, tehát hogy iOS és Android is, vagy ebből már legyen nagy kavarodás, de egyébként igen. És igen, csak nem azt megtalálod, de az igazgatói köszöntőt a weboldalon a kérdés, hanem hogy végre tudsz váltani egy feladatot. Ez önne a cél. Nekem valami kérdés, ha nagyon nem akartok kérdezni, még pedig azt, hogy a BKK-s automatáknál mire jutottatok? A BKK-s automatákra arra jutottunk, természetesen észrevettük azt, hogy a bankkártyaszlopot nem veszed észre, de ennél is viccesebb az, hogy amikor beírod a bérlethez az igazolvány számodat, akkor az nincs tagolva, és mindenki visszaolvassa a bérlet igazolvány számát. Valamint az is érdekes, hogy például, és egyesével így ellenőrzik, az is érdekes, hogy amikor megkérdezi tőled, hogy áfás számát akarsz-e vagy nem, akkor mindenki ide akar, mert ő már fizetni szeretne, és akkor még jön egy ilyen kérdés, hogy áfás száma igen vagy nem. Úgyhogy például ezek ilyenek. Valamit azt vettük észre, hogy van egy ilyen, mert 10 percet küzd 3 darab vonaljegy megvételével, majd amikor kifordul, és mi megállítjuk, hogy elnézést kérünk, volna néhány kérdésünk, egy kutatást csinálunk éppen, és megkérdezik, hogy volt-e valamilyen problémája a rendszerrel, akkor állítja, hogy nem volt. Ez is a self-reporting, tehát a self-reportingon ne bízunk, a user experience alapvetően megfigyelésről szól. Úgyhogy... Igen? A BKK már nem az volt a remélyedő, hogy mondták, hogy eszméletlen sok kattintás van, hogy csinálják. Ez relatíve egy 20 kattintás van. Ez alapvetően nem gondolom, így tudod, hogy mire kell kattintani. Tehát, hogy mivel hogy ezt azért nem sokszor csinálod, mert maga a jegyvásárlása egy-két kattintásban majd van. A bérletvásárlást még havonta egyszer csinálod. Azt csináltam, havonta egyszerre. Igen, tehát hogy lehet még ezt optimizálni, de alapvetően itt azért az is van, hogy itt be kell lőni egy olyan kezelésre, ami mindenkinek egyértelmű. És lehet, hogy ez fárasztó, de hogy egyértelműen kell lenni olyannak is, aki nem 16 órát tölt a képernyő előtt. Egyébként ez korosztály független, tehát igazából a képernyő előtt töltött idő nincs összefüggésben a korosztályon. A nagymamád is lehet, hogy nagyon jó informatika volt, hogyha a programozó volt. Hatalmasokon a modern informatikus is. Egyéb kérdés? Ha nincs, akkor köszönöm szépen, és küldjétek a linkeket, vagy a programot. Thank you.